A János Vitéz című darabot tekinthették meg azok az érdeklődők, akik augusztus 6-án ellátogattak a szabadtéri színpadhoz. A Dériné program ingyenes előadása rendhagyó formában mutatta be Petőfi Sándor elbeszélő költeményét, közelebb hozva a klasszikus verses mesét a mai gyerekekhez, fiatalokhoz. A darabról a szereplőket kérdeztük. Hát ez egy közös osztály projekt a Dériné keretein belül. 17-en vagyunk benne. Ez az előadás alapvetően úgy készült el Vigyenszky tanár úrral. Úgy készítettük el, hogy mindenki János Vitéz legalább egyszer, és minden lány Iluska legalább egyszer. Az ő gondolata az volt, hogy mindenki a való életben is, mindenki János Vitéz és mindenki Iluska valamennyire, és hát én nem tudom, most kétszer vagyok János Vitéz, jól tudom, de ezen kívül vagyok még benne Huszár, meg Zsivány, aki olvasta a János Vitéz magát, Petőfi, amit írt, azt tudhatja, hogy egy jó pár figura megtalálható ebben a műben. Bognár Bence hozzátette, a rendhagyó darab rendkívül jó fogadtatásra talált az eddigi előadások során. Nem számítottunk ennyire jó fogadtatásra, de így nem is tudom, így többszöri visszatapsolástól kezdve így volt például egy olyan előadás, ahol így minden egyes megjelenésünkkor, vagy minden egyes ilyen mozzanatainknál egy adott jeleneten belül mindegyiknél volt egy taps, ott megállunk, ott akkor ott esetleg még a nagy hévbe még ott beléjük magunkat, és ott egy kicsit, most ezt ha lehet így mondom, ott egy kicsit eltrollkodjuk, de most ez most néha az ilyeneknél belefért, és attól még mi is jobban élvezzük, hogyha a közönség is szereti. Abban volt még nagyon tanulságos ez a így, hogy járjuk az országot, hogy mindenhol különböző tér van, mindenhol különböző nagyságú tér van, és hát a mi előadásunk az nem éppen jeleskedik abban, hogy ilyen kis díszlet, kis jelmez, hanem éppen minden elég nagy, és alapvetően is egy kicsi térben rendezte meg Vigyenszky tanár úr, de hogy alkalmazkodni tudtunk az ország különböző pontján a terekhez, az minden szempontból egy nagyon jó és tanulságos dolog volt. A társulat célja az volt, hogy modernebb, a mai kor fiataljai számára befogadható formában adja elő a mindenki által ismert művet, mondta el kérdésünkre Kis Anna Gizella, a darab egyik szereplője. Ez alapvetően a nagy János Vitézből, mi így hívjuk, készült, ami a Nemzeti Színházban látható, és ezt Vinyánszky Attila, aki az osztályfőnökünk, ő így sorozatosan színpadra vitte a János Vitézt, és nem tudom, hogy ez az első junior-e, vagy hogy hanyadik, mert így a Dériné keretei között is ez a második, hogyha jól tudom. Egyébként abban különbözik, mi is elég szöveghűek voltunk, meg a történethez is kapcsolódik a dolog. Nyilván ilyen Szerecsen király van benne, meg Tatár fejedelem, ami ugyanúgy megvan magában az eredeti történetben is, de hogy mi ezt hát úgy feltuningoltuk, hogyha lehet így mondani. Szerintem gyerekként, sokkal vizuálisabbak, és például amikor én ezt személy szerint tanultam, engem nem tudott lekötni, mert ezt eleve nem tartom így egy gyerekmesének. És ezt viszont egy gyerekeknek találtuk ki, találtuk ki közösen ezt az egészet, és szerintem egy nagyon befogadható gyerekek számára, kicsit hosszúnak tartom, de ezen még dolgozunk, de szerintem óvodásoktól kezdve érthető maga a történet, élvezhető is. Én a felnőtteken is sokszor azt látom, hogyha a gyermekem élvezi, akkor én is szeretem, és a felnőtteket is le tudja ez abszolút kötni. A Dériné program előadásairól a derinéprogram.hu oldalon tájékozódhatnak nézőink.